Pécsen vagyunk, de ha jól sejtem, akkor egy kicsit ilyen világkörüli utazásra fogunk menni Borsos Petivel, akinek a pályafutása innen Pécsről indult egy Zsiguliból, hogyha jól emlékszem. Így van. És hát talán nem a legutóbbi állomása, de nem olyan nagyon távoli múltbeli állomása, az pedig egy Ford Puma Rally 1-es autó volt, aminek a bal elejét ért voltál felelős? Mikor, mit most éppen bal hátulja volt? Bal hátuljáért voltál felelős. Kezdjük a végéről egy kicsit. Amikor megláttuk ezeket a, legalábbis amikor én megláttam ezeket az új, nekem még mindig VRC, de ugye most már tudjuk, hogy Rally 1-es autó. Nekem is VRC, az is marad. Akkor örülök, hogy nem csak jörontom már mindig. Szóval, amikor megláttuk ezeket az autókat, már ugye a 2017-es VRC-k is olyan űrhajóknak tűntek, emlékszem, amikor először láttam a Monte Carlo Rallyn, és pont egy olyan helyen tudtuk nézni őket, hogy oldalról láttam az autót nagyon hosszan, volt egy kis por is mögötte, a nap is megsütötte, és gyönyörűen, mintha a szélcsatornában lehetett volna látni az ívét a levegőnek, ahogy az autó után megy, hát attól mi már elájultunk, hogy ez már szinte Forma 1. Amit most látunk ezekben a Rally 1-es autókban, ezek meg aztán tényleg a űrhajónak tűnnek. Valóban ilyen űrhajók? Nagyon komplex járgányok, az egyszer biztos. Tehát messze vagyunk már azoktól a mechanikus VRC-ktől, mint amikben például én is navigáltam, 97-98, 99 már nem a Subaru VRC, de addig. Tehát azoktól az autóktól nagyon messze vagyunk. Viszont közte volt egy olyan időszak, amikor minden aktív volt, ugye első, hátsó diffi aktívak voltak, középső diffi aktív volt, minden figyelt ide, mindenféle szenzorok figyelték az autó mozgását. Tulajdonképpen elrajtolt magától az akkori VRC, ahhoz képest viszont megint ugye mechanikus váltó, mechanikus differenciál művek vannak benne. Mégis azt mondom, hogy igen, űrtechnika, és amit mondtál, hogy az aerodinamika mennyire lényeges, amikor azt hiszem pont a Katsuta Takamoto elhagyta a hátsó szárnyát, és utána ment még X gyorsaság, hogy visszaérjen a szervízbe, mennyivel lassabb volt, mint addig, mert ugye nem volt meg a leszorító ereje. Gondolnánk azt ugye, hogy a régi VRC-ken voltak szárnyak, biztos, hogy dolgozott is valamilyen szinten az a szárny, de messze nem volt olyan leszorító ereje, mint ezeknek most. Ha közelről megnézed a mostani Rally 1-es autóknak, most direkt nem mondtam BRC-t, Rally 1-es autóknak az aerodinamikáját, még a küszöb és a küszöb belépő-kilépő élei is szerepet játszanak abban, hogy mekkora leszorító ereje legyen az autónak, hol megy be levegő, hol jön ki levegő, hűtőlevegőt hogy kell beterelni egyes hűtőnyílásokba ahhoz, hogy például a hibrid hajrendszert is hűteni tudják, mert annak külön hűtőrendszere van az autó hátuljában. Igen, űrtechnika, az biztos, viszont lehetne ennél sokkal komolyabb is, szerintem az összes autó, csak ezt nem tudom, FIA döntött így, vagy a büdzsé, vagy nem tudom, de az ugye ez a mechanikus dolgokra gondolok, hogy ennél sokkal jobb autókat építettek ezelőtt 10-15 évvel. Hát ugye annak idején talán az volt a mondás, hogy jön ez a hibrid hajtás, amivel mindenféleképpen drágábbak lesznek az autók, annak ellenére, hogy ezt nem kell fejleszteni, hanem egy készen kapja minden csapat, de nyilván ki kell fizetni azért ezt a hibrid hajtásnak, ki kellett fizetni ennek a fejlesztését is, viszont cserébe kivesznek belőle az autókból olyan drága és drágán fejleszthető dolgokat, mint például ezeket az elektromos differenciálműveket, vagy számítógép vezérelt differenciálműveket, és visszarakják a mechanikusokat. Valószínűleg költségkímérés szempontjából történt ez, de amikor egy ilyen autót szerelsz, amikor egy ilyen autót meg kell bontani, ezen érzed, hogy egy űrhajóval dolgozol? Akkor ott abban a pillanatban nem, mert egyrészt el kell vonatkoztatni attól, hogy mind dolgozol, mert szerintem nem a szó rossz értelmében, de talán érthető az, hogyha azt mondom, hogy darab-darab meg kell javítani, ott akkor abban a pillanatban az a feladat. A felhasznált anyagok minősége, kidolgozása, az abból talán látszik, hogy igen, itt odafigyeltek egyes részletekre, illetve minden részletre.
De úgy maga, amikor dolgozol rajta, akkor nem veszed észre azt az őrült nagy különbséget. Például most egy Rally 2-es autó vagy egy Puma között, az ott pillanatban nincs, de nekem akkor nincs különbség, de mondhatnám azt is, hogyha nagyon sarkítanám a dolgot, hogy mindegy lenne, ha Trabantot kéne ott, akkor hirtelen nem azzal foglalkozunk. Viszont ha van rá időnk, és mondjuk felkészítés van két verseny között, vagy mondjuk shakedown után van 3-4 óránk, és akkor kiszerelünk belőle mindent, elpucolgatjuk, és akkor körülnézek, akkor azért látszik az a, ami engem megdöbbent, illetve nagyon tetszett nekem az, hogy tulajdonképpen csővázas autóról beszélünk, mert ugye nincsen önhordó karosszéria sem nagyon, és hogy az mennyire pontos egyrészt, hogy egy levett bölcső az nyilvánvalóan vissza fog menni ugyanoda, ahonnan levettük, még akkor is, ha előtte kapott egy nagyobb kokit innen-onnan, amonnan, és minden elgörbült, ami el tud görbülni, és én a régi reflexből kiindulva, hogy ha nagyon nagy ütést kapott oldalról az autó, akkor előfordulhat az, hogyha leveszünk a bölcsőt, akkor nem lesz hova visszarakni, mert ugye az a bölcső ugyan fönt van, de ha levesszük és görbe, akkor egy újat nem fogunk tudni. Így van. Elgörbül, bekötési pontok arrébb költöznek pár millimétert, és az ott jelentős különbséget tud adni, meg hát problémát ott tud okozni, hogy visszacsavarozzad. Itt ilyen nincsen. Levettük, visszaraktuk, kész, működik, minden a helyére megy. És a maga kialakítás, hogyha alá fekszel és úgy nézegeted, hogy ugye a hibrid hajtással, meg azzal a hibrid rendszerrel egy nagyon nagy egység került még az autó alá, az egyébként sem kicsi üzemanyag tank környékére, a lehetőség szerint a legalacsonyabb pontra, érthető okból, és mégis olyan kompakt az egész, hogy nem az én kis műszerész kezeimmel, de úgy általában még én is meg tudom oldani, hogy ki tudok kötni minden csatlakozót, tudom, hogy hol vannak a csavarok, hozzáférhető, minden relatív, de hozzáférhető helyen vannak a csavarok. Minden logikus adja magát, de olyan jó alá feküdni, hogy az borzasztó jó látni azt, hogy ezt megint megtervezte valaki, és jó esetben működik is. Mondjuk nem a mi autónk sajnos idén, többé-kevésbé, inkább nem működtek szegények. De hát ugye ez a hibrid hajtás, ez nem az M-sportnak vagy a Formula-nak. Nem, hibrid hajtással egyszer volt problémánk egész verseny, vagy egész évadban. Sőt, ha nagyon őszinte akarok lenni, ahol nekem kellett hibrid egységet cserélnem, az még nem is idén volt, hanem tavaly. És az az egy probléma volt, ott is egy ilyen nagyon nagy ütést kapott alulról az akkumulátorpak valószínűleg, és akkor az ott köszönte szépen, az nem játszott tovább. És akkor cserélni kellett, de úgy egyébként olyan problémánk, hogy nekünk hibrid hajtással, önmagával az egységgel bajunk lett volna, az nem, hála Istennek, az egy elég golyóálló sztorinak néz ki. Nem baj, hogyha nem kell cserélni, mert nem kivesszük meg, visszarakjuk meg, nem egy könnyű dologról van szó, 80-valány kiló, azt hiszem, a maga az egység. Hát volt olyan VRC, aminek nagyjából ennyi volt a kartervédője. Peugeot 307-esnek ugye a hátsó kartervédője, az talán 80-valahány kiló volt. Igen, meg hogyha visszagondolunk, akkor még annak idején az S2000-es Fordokon is, meg az akkori VRC-ken is voltak olyanok, hogy kézzel nem tudtad levenni a kartervédőt, mert agyonnyomott, hanem alá kellett tenni egy emelőt, hogy segítsen levenni, egyrészt a méreténél fogva, másrészt ugye egy bizonyos használat után van benne feszültség, innen-onnan akármit csinálsz vele, kap a közepén egy kokit, már ugye feszültség lesz benne, és ha kitekered a csavart, a homlokon ver, akkor lehet, hogy ott arra napra neked annyi volt a foglalkozás. Igen, a régi autóknál az volt, hogy a súlyt a lehető legalacsonyabb pontra úgy oldották meg, hogy a kartervédők voltak nagyon nehezek. Most sajnos, vagy nem sajnos, ez a jövő, de most ez a nagy marha hibrid egység, ez megoldotta ezt a problémát, mert 80-valány kiló. Tehát most a Rally 1-es autókon nem ilyen nehéz a kartervédő? Nem. Azzal is variálunk, hogy időnként, illetve hát a mérnökök variálnak, mert majdnem minden szerviz időnknek az utolsó 2-3 percét arra kell szánnunk, hogy mérlegeljük az autót. Szinte mindig, mi 30 perces szerviz végén kell hagyni egy pár percet, amikor lerakjuk mérlegre az autót. Ugye a száraz súlyát próbáljuk megmérni, úgy értem a száraz súlyát, hogy nem versenyzővel együtt, és
és ezt a súlyt, ezt a mérnökök ott akkor ellenőrzik, és hogyha nagyon túl vagyunk a súly a minimumon, és tudjuk, mennyi benzin van benne, ugye, mert tudjuk, mindent tudunk, hogy mi van benne, akkor van olyan, hogy cserélünk, gyorsan cserélünk egy kartervédőt, vagy egy hátsó diffi védőt, vagy egy középső védő elemet, mert mondjuk a középső védő elem a legnehezebb egyébként, az úgy, ugye, tömegközéppont miatt valószínű, az a legnehezebb rész az egésznek, és akkor előfordul, hogy vastagabb a cél, vékonyabb, ilyen-olyan, hogy pár kiló különbség, az még tudunk faragni az autón, vagy uram, bocsán, hogyha túl könnyű, akkor nehezebbet rakunk föl, hogy nehogy az legyen, hogy a verseny közben bárhol megmérik az autó súlyát, akkor abból pankráció legyen, ugye, hogy nem elég nehéz az autó. Annyira a súlylimiten vannak ezek a kocsik, hogy muszáj mérni? Tudnak azon lenni, hogyha arra törekszik a brigád. Őszinte leszek, a top pilóták autóit megnézhettem volna, meg is érdeklődhettem volna, de valamilyen oknál fogva nem tudom miért, nem nagyon foglalkoztam vele, hogy például a Tanak és a idén a Lübé autója, hogy azok mennyire, biztos vagyok benne, hogy sokkal közelebb vannak a minimum súlyhoz a verseny minden pillanatában, lévén ők harcoltak volna. Tehát ugye gram számít tulajdonképpen. Hát igen. De hogy 5-10 kiló az jelentősen befolyásol mindent, az kétségtelen tény. És mint ilyen, akkor ha jó a mérnök csapat, és úgy általában jó a konfiguráció, akkor simán tudnak mindig a minimum közelében menni, ami ugye rizikós, mert hogyha megtörténik mondjuk egy olyan sztori, hogy a fél autót elveszítik, amit ugye látsz, mondjuk felborulnak, akkor pont úgy néz ki, hogy atya úristen, ez az autó egy métert nem fog tovább menni, holott a kabát leesett róla, de egyébként maga a szerkezet az működik, meg az tud működni, és ugyan egy eléggé mozgalmas szervizzel, de megoldható elég sok minden csavarozással, és akkor újra autóformája lesz az egész szetnek. Viszont ha az a kazal műanyag hiányzik róla, és te nagyon közel voltál a minimum súlyhoz, és még el is használta az üzemanyagot, amit egyébként kiszámoltak neki, és visszajön, és mondjuk úgy kezdi a technikai ellenőrző bizottság, hogy álljon fel a mérlegre, és átestél, könnyebb vagy, az baj. Őket nem fogja érdekelni, hogy a fél autót közben kihagytad az erdőben, tudod. Nem fogják utánat hozni, és még rárakni a mérlegre, hogy ez még hozzá tartozik, mert nem tartozott hozzá, mert a következő gyorsági szakaszon adott esetben nem volt ott, igen. Holott ugye tudjuk, hogy mindjárt az aerodinamika megszűnt létezni, sok minden más problémád is van ezzel, mert nem tudom, láttatok biztos felborulni ilyen Rally 1-es autót, nem egyet, nem kettőt. Foszlik szét az Igen, a tető közepétől körülbelül, most ezt a Fordról tudok beszélni, a tető közepétől hátrafelé, azonnantól műanyag, illetve ez a kompozit, és mindenféle kevlár ilyen-olyan anyagból van, olyan vékony, hogy tényleg kár, hogy nem hoztam el mutatóba, mert itt van még mindig, hazavittem, mert nem tudom. Mindegy, elhoztam egy törött sárvédőt így emlékbe. Gyakorlatilag sokat kell összerakni, hogy súlya legyen. Igen, de akkor is súly. Tehát, hogy itt fél kiló, ott egy kiló, ez az amaz, a hátsó szárnya, hátsó ajtóval, az egy elég nehéz egység, és hogyha az leesik az autóról, akkor már mindjárt baj lehet a minimum súlyjal is, hogyha nagyon közel mész a minimum súlyhoz. Most, hogy ezt kalkulálják, nem kalkulálják, szerintem épésszel kalkulálják, mert ahol fát vágnak, ott hullik a forgás, tehát előfordul, hogy leesik a hátsó szárny, lásd, előfordult más versenyzőkkel is, ajtóstól mondjuk elveszik, és akkor van baj. Hát láttunk olyat is, hogy komplett tető veszett el. Persze, és ki tudtak jönni, csak utána a szerelők nem örültek annyira. Mert először elég kétségbejtő, megmondom őszintén, amikor csak azt látod, hogy nekem is volt ilyen, amikor egy jobb hátulját kellett csinálni, és tudod, az kompletten hiányzott minden. Hol fogom én ezt kezdeni? Azért hiába raktunk már össze, láttunk már ilyent, vagy legalábbis bütyköltünk ilyen autót, attól akkor, amikor ott megérkezik, akkor az eléggé káosz az első pár pillanat, mert minden össze van tekeredve mindennel, minden hiányzik belőle. Hiába volt a futómű, mint olyan hozzávetőlegesen épségben, de körülötte minden kiszolgáló egység az eltűnt, hátsó lökhárítótól kezdve, lámpákon keresztül minden. És amikor rájössz arra, hogy gyakorlatilag
satszolok most tényleg egy 20 darab csavar, és ráadásul pici csavar kitekerésével, meg 20 darab visszatekerésével, megint autóformája van a szetnek, az ugye azért tudod, meg is fogod tudni oldani, mégis kétségbeejtő. Pláne, hogyha mondjuk egy néző nézi, az meg van győződve róla, hogy itt a világ vége, pedig nincs. Tehát akkor ezeket a karosszériaelemeket könnyen lehet, nem is karosszériaelemek, ezek a, ahogy borító, te mondtad, a kabát, borító, de igen. A kabát is, mert tehát, talán nehezebb, mint amilyen egy kabát is talán nehezebb, mint ez a karosszériaelem, ezek a külső borításokból, akkor ezekből van tartalékban. Van. Jó esetben sok van belőle. Ugye egyik-másik verseny az egy logisztikai bukfenc, mert pláne a távoli versenyek, ahova nem tudnak elmenni a kiszolgáló kamionjaink, mert van egy olyan, hogy úgy is hívják, hogy Rally 1-es kamion, ahol ezekhez a pumákhoz való alkatrészek és az utolsó pici csavar alátét minden kutyafüle megtalálható, meg van egy Rally 2-es kamion, feltéve, hogy van Rally 2-es autó is a sátor alatt, illetve van valami customer, illetve ügyfél autó, aki privát csapatnál megy, mert őket pedig ki kell szolgálni a Rally 2-es autóból tartalék alkatrésszel. Tehát azt mondhatom, hogy jó esetben megfelelő mennyiségű tartalék alkatrésszel rendelkezünk. Van olyan verseny, amikor az alkatrész ellátásért felelős, egyébként magyar srác, a Rally 1-es autók ellátásáért felelős Gabi barátom, akkor már mondogatja, hogy ember, azt az oldalt még egyszer ne törjék össze, mert ott aztán már csak csínyen kéne bánni ezzel a dologgal, mert fogytán van a motyó. De hát olyan még nem volt, hogy ne tudtunk volna felrakni valamit. Akkor csinálunk fából vaskarigát, azt, ugye, ezért vagyunk mi rally szerelők, nem autószerelők. Igen, erről még fogunk beszélgetni, hogy hogyan lehet mondjuk egy szélvédőt keríteni, vagy egy sárvédőt keríteni a Pécsen a hegyekben, vagy a sivatagban. Viszont ha már itt a VRC-k, illetve a Rally 1-eseknek a logisztikájánál tartunk, ezt hogy képzeljük el? Tehát van egy kamion, amivel a Rally 1-es autónak gyakorlatilag egy raktár készletét szállítják magukkal, meg van egy, amivel az autókat viszik? Több kamion. Van. Ugye európai versenyről beszélünk, ott vannak kamionok. A tengeren túli versenyeken ott konténerekből dolgozunk, de nagyságrendileg ugyanaz a logikája a dolognak, hogy van egy Rally 1-es kamion, amiben kvázi minden Rally 1-es alkatrész, apróbb alkatrészre gondoljál, tehát nem a lökhárító, mert az amilyen megtöltesz egy kamiont, hogyha arról van szó, nem a hátsó ajtó, nem az ilyen nagy méretű alkatrészek, ami ebben a kamionban van, de minden egyéb, a kuplung szerkezet, illetve a kuplung kittektől kezdve, motoralkatrészeken, szenzorokon keresztül minden kutyafüle abban a kamionban benne van. Van róla egy listája a Gabinak, és akkor abból ő tudja, hogy ráadásul ő tölti fel ezt a kamiont, tehát tudja, melyik fiókot húzza ki mikor, tehát nagyon képben van a srác, és akkor adogatja az alkatrészeket, és minden működik. Ezen kívül van, igen, egy kamion, amiben a Rally 2-es alkatrészek is jönnek, és már vannak benne autók is adott esetben, meg még egy kamion, amiben csak az autók vannak esetleg, és a nagyobb alkatrészek különböző tárolórekeszekben, a lökhárító, és így tovább. Azon kívül, hogyha belegondolsz, hogyha mondjuk vagyunk 4 autóval, ahhoz a megfelelő mennyiségű gumit és felnit. Gumit nem is annyira, mert ugye azt a Pirelli adja ugyan, illetve ott a helyszínen megkapjuk, de a hozzávaló felniket azt azért nekünk kell hoznunk, vinnünk, és akkor ilyen rácsos taligákban százával állnak a felnik, illetve nem tudom mennyi, de a gumi mérnök... Nem kevés felni kell mondjuk a 3 gyári autóhoz. Sok felni kell hozzá, igen. Tehát azt mondom neked, hogy egy satszolok, mert lehet, hogy tévedni fogok, ezen a Közép-Európa rallin voltunk 6 vagy 7 kamionnal. Úgy, hogy tulajdonképpen 3 Rally 1-es autónk volt, meg egy Rally 2-es autó. És az ehhez való motyó az úgy fér el, meg az autók úgy férnek el. Ja, elfelejtettük a tréningautókat, ugye? Mert akkor ahány versenyző, annyi tréningautó, plusz egy tartalékautó, az a minimum. De előfordul, hogy 2 tartalékautó,
hogyha véletlenül valakinek megáll a tréning autója, vagy karambolozik vele, vagy bármi történik, akkor ne az legyen, hogy ő kiesett a tréningből, a pályabejárásból, hanem átköltözik pillanatok alatt egy másik lehetőség szerint hasonló autóba, és megy tovább. Tehát az is utazik A-ból B-be általában. De ezt gondolom, ilyen autószállító autókkal nem, szokták a, ezt... Nem, a tréning autók azok egy külön kamion van, úgy is hívják, hogy a Reki a pályabejáró kamion. A pályabejáró kamionban volt most, abba be kellett raknunk 5 autót, azt hiszem, és 2 másik tréning autó még ment valamelyik kamionokba, ahol maradt hely, és úgy mentek vissza Angliába a közép-európai rally után. Ugye, mert egy szetnek kell lenni, ami az európai versenyeket csinálja, és egy külön szetnek kell lenni, ami a tengeren túli versenyeket csinálja. Ha belegondolsz, azért ez mindenféle szempontból logisztikailag mindenhogyan egy rémálom, mert van olyan, amikor akármelyik alkatrészből limitált mennyiség áll rendelkezésre, akkor azt például a Gabinak, a Rally 1-es logisztikusnak tudnia kell, hogy most ez a kamionban ott van, egészen az utolsó szervizig, amikor még hozzáférünk az autókhoz, viszont utána ő neki abban a pillanatban, amikor ideje, energiája engedi, már pakolja össze, hogy, és külön fölcímkézi a dobozokat, hogy ne nyúj hozzá, ez megy a mondjuk onnan Japánba. Mert a japán kamion, vagy a japán konténerben, ami Chiléből ment Japánba, abban nem maradt ez. Tehát neki nagyon, nem irigylem a munkáját, mert nagyon képben kell lennie, mert ha véletlenül mellé nyúl, akkor őt veszik elő, ugye, hogy miért nincs ez az adott alkatrész esetleg.